Az Európa Parlamenti választásokat május 25-én tartják. A Polgárok Házában rendezett lakossági fórumon Kovács Zoltán államtitkár és Dömötör Csaba EP képviselőjelölt arról beszélt az érdeklődőknek, mi a tétje a következő európai ciklusnak. A kérdés, többségben lesznek-e azok a magyar képviselők Brüsszelben, akik képesek kiállni a magyar érdekekért, fogalmazott Dömötör Csaba, a Fidesz EP jelöltje. Szeretnénk megvédeni az eredményeket, akár az új föltörvényt, akár az Erzsébet programot, akár a rezsicsökkentést, és fellépni azok ellen, akik lejáratják az országot. Ezek a legfontosabb célkitűzések. A kormánypártok 63 jelöltből álló EP listáján az első három helyen Pelcné Gáli Edikó, Szájer József és Tőkés László szerepelnek. Idén először a külhoni magyarokért való kiállás alapján határon túli magyar szervezetek képviselői is rajta vannak a Fidesz és a KDNP közös listáján. A magyar nemzeti érdekek képviselete a külhoni magyarok érdekeinek, illetve hangjának meghallgatása nélkül Európában sem lehetséges. Ugye ez a nemzeti lista azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember, az összes magyar nemzethez tartozó ember hangja hallatszódjon Brüsszelben. Kucsák László országgyűlési képviselő az est házigazdája mutatta be Dömötör Csaba képviselő jelöltet az érdeklődőknek. A korábbi időszakban az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében tevékenykedett, tisztséget is viselt ott, valamint 2007 óta segítette a kinti stáb munkáját, úgyhogy igen hosszú ideje, elég nagy rálátással rendelkezik fiatal kora ellenére erre a területre. A lakossági fórumon hangsúlyozták, a Fidesz-KDNP lista jelöltjeinek célja nem az eltávolodás az uniótól, nem annak támadása, hanem az egyenrangú tagi státusz kivívása, és ezzel az Európai Államszövetség jobbá, a magyarok számára is otthonosabbá tétele.